Hajdi, jó, el tudod a rázsa. Na jó, nem. Több különféle forrásból felmerülő kérdésre szeretnék itt most választ adni, kapni, stb. Ugye az egyik az az, hogy a Volkswagen az milyen beszállítóktól származó kellékeket pakoló vezérlés szettjébe. Jól látható, Volkswagen AG, de Contitech. Ez egy olyan szíj, ami ott a Golfban lefutott 210.000 kilométert. Tehát a CS Conti. És akkor ami kérdés az felmerült, az az volt, hogy nemrégiben volt a műhely pornóban egy Golf, egy 4-es Golf, és azt mondták rá, hogy a vezérmű szíjón van egy rapelés, és ezt rámutogattak erre itt. Ezen is rajt van, de ez szerintem nem a használatból, vagy nem az öregedésből adódó repedés. Ugyanis az öregedésből adódó repedéseket úgy szokták nézni, hogy leszedik a szíjat, és itt belül, hogyha el van repedezve. De egyébként ezt nem szemrevételezésre nézzük, hanem hogyha bármilyen formában felmerül a kételj, hogy a szíj az öreg. És ez mondjuk egy 5 éves szíj, ami futott 210.000-et. Akkor azt lecseréljük. Na most, megnézzük a repedést. Remélhetőleg egy másik szíjon is. Ami már egy jó ideje állt. Egyébként ez egy PDC, és érdekességképpen PDC. Nem tudom, mennyire látszik. A PDC az vastagabb, ugye az húzza a PD elemeket is a vezérmű tengelyen segítségével egy. És akkor itt láthatjuk, hogy ez is egy Contitech szíj, ugyan ez már nem Volkswagen AG-s. Mások meg vannak rajta a csíkok. És tessék. Megvannak, és ezek szerintem megint csak nem elhasználódósból adódnak, hanem alapból rajt vannak a szíjakon. Jó. És akkor... És egyébként ez a két szíj szerintem nem néz ki borzasztóan rosszul. Aha, tehát akkor ez a PD, 2 literes PD-nek a szíja, a másik az 1.6. Szíja. Na most... Szíjra tesszük. Kutyák lehetőleg ne eljátszák az aztán a kérdés. És akkor nézegessük, hogy milyen dolgok vannak a Volkswagen vezérlés szettjében. Ez már át a pincében, ahol egy kicsit ugye párás a levegő. VVAG Germany. Ez nem hogy csak úgy egyszerű. Aha. 16-20. Hát. Fene se tudja. Mi ez? G akármi egy. Hát... Jó, ez nem látok olyan egyértelmű gyártóra utaló GPM nyomot. GPM. Oké, mindig nézzük tovább a görőket. Ennek egyébként ez az érdekessége, hogy szabályozni tudtam a vízáramot ennek a bigyónak a kibetolattyúzásával. Ennek is mondta, gollér, palást, palást hívták. Jó. Oké, összeretkeltem magam. Ez egy szilen, nem a vezérlés része. Ezek voltak az autón megcsinálva, műszakére.
egy szám. Japán NTN. NTN. Jó. 2016-os dátumkód, tehát ott egy idős az autóval, a szív és a szivattyú is. És van kettő darab. Pici. Ennek ebből a felébe konkrétan semmit nem látok. Hát. Oké. Ez SKF. SKF France. Nem tudom, mennyire látható. Jó, SKF. És még egyszer, akkor ez a gyári szett. Ez meg... Legyek meg zobának. Ez meg szerintem Ina. Csak nem tudom elolvasni. Ez Ina lesz. Amennyi már anyádban a fülemről komolyan. Jaj, ez Ina. És... Ugye a vízpumpa, ami még a, ugye benne van a vezérlésben, az a ugye vezérműtengely, a magas nyomású pumpa, a főtengelyen lévő ugye fogas, szívbe kapaszkodó fogaskerék, az három, kettő feszítő, nem, kettő ilyen vezetőgörgő és egy darab feszítő. Úgyhogy azt hiszem ez NTM volt, ez meg SKF, ez meg Ina. Tehát akkor a Volkswagen gyári ilyen vezérlésszett, az mindenféle gyártóktól összevásárolt igazából vezérlésszett. Szokták egyébként mondani ezt is rá, hogy milyen marha jó, hiszen a gyári beszállító minőség az jobb, mint amit a boltban megkapsz. Hát én nem gondolom, hogy valaki ezért kétféle termékminőséget gyárt, és kétféle termékminőséget raktároz, és logisztikázik, mert mit tudom én, de fogadjuk-e városi legendának, aki ebben lát fantáziát, az vegye a gyári szettet. Egyébként a gyári szett, hogyha olyan helyre veszi az ember, nem lényegesen drágább. Egyébként szerintem, ha megveszi egy Inoszettet, akkor körülbelül ugyanezek lesznek benne. Conti C,